Sziasztok, Bányt vagyok, és egy újabb volt visszajátszást fogok mutatni. AMX12-vel fogok menni, Himmelsdorf, téli Himmelsdorfon. És ez a meccs igazából nem is az a úgymondva jó teljesítménye volt, mondjuk mondhatjuk úgy, mert igazából a végén 3 killem lett, és ezzel nem lett túl sok damage-em, amit igazából nem szoktam AMX12-t éve produkálni, legalábbis én nem annyira szeretem, egyedül a becset miatt tartom majd, hogy majd egyszer meg lesz. Szóval nem is szoktam annyira sokat játszani vele, de ez a igazi szemétség volt, amit ezzel a tankkal műveltem ebbe a csatába. Szóval csak ezért mutatom be ezt a csatát, be is rakom ilyen nézetbe, és mehetünk is. Na, itt oldalra mentem, mert gondoltam, hogy már ugye megláttam a GV Panthert, amit itt néztem videókat, és eléggé félelmetes kis arti, meg hát úgy ugye tudom, hát pontos, hogy minden. Szóval gondoltam, hogy itt a vasútnál fog valahol kempelni, ezért elindultam errefele, és hát nézzük, mi sül ki belőle. Mi fog történni. Egyébként gondoltam, hogy nem lesz védtelen az arti, tehát hogy valakibe biztos, hogy bele fogok ütközni, ott már látok is egy IS-3-ot, akiről most nem tudtam, hogy mit akar, mert ott igazából nem látott rám, de lehet, hogy akart rám látni, vagy hogy mondjam, ott egy IS-6-ot is meglátok, akik, ahogy elnéztem, nem foglalkoztak velem, és meglátok egy jaktPZ-4-et, amitől már egy kicsikét megijedtem, eléggé rossz helyen volt ahhoz, hogy én az artit el tudjam pusztítani, szóval először őt kellett elpusztítani. Itt oldalt próbálok nézelődni, hogy kiket tudok közbelőni, miközben a jakt PZ4 elől vagy a fedezékbe, de senki nem láttam rá, ezért gondoltam, hogy muszáj lesz kiszedni ezt a jakt PZ4-et, de közben ránéztem őket a Nassornra is. Kimentem, és ott megláttam, belelőttem egyet, ami átvitte, de viszont én is kaptam egyet. És ott hátra néztem, és jött egy nehéz tankunk, aki bele is kapott egyet, az nem tudom, milyen nehéz tank. Ja, meg még egy VK, meg egy Tigris P volt ott. És ki is szedték a jaktPZ4-et, amit én még nem vettem észre, mert eléggé nem figyeltem. De már mehetünk is tovább. Most azon gondolkodtam, hogy inkább az arti vagy a Nassorn, ami igazából eléggé nagy ágyúval rendelkezik, és ahogy látom, használja is. Szóval inkább mentem a Nassornra. És ilyenkor már láttam az artit, de gondoltam, hogy kiszedem a Nassornt, amíg spotba tartom, azt hiszem, hogy nem tudom. Tehát amíg spotba tartom a artit. Oké, a Nassornt azt kiszedtük, viszont a T43-as az picikét belém szedett. Majd itt az arti, akit nem tudtam, hogy be van-e töltve és rám figyele, mert nem láttam az ágyűcsöveit. De hát most már senki nem fog figyelni. Most a T43-as arra számítottam, hogy megkerüli a házat és onnan megpróbál leszedni, de ez nem így volt. Szóval itt megnéztem, hogy itt kempele, de semmi, egyszerűen beszippantotta a föld. Oké, azt a IS-6-ot se tudtam kiszedni, és itt volt egy IS-3 tökéletesen oldalasan nekem, és azt el is kezdtem lőni, itt lepattantam egyszer, meg aztán kétszer is lepattanok. Igen, meg itt egyszer lepattantam, és itt már újra tároztam, mert igazából nem voltam annyira biztos benne, hogy itt ellenfél lesz, ami igaz. Szóval igen. Egyébként eléggé jól állunk már 7-2-re, ez eléggé laza kis csata volt. 9-2. Most itt egy IS-52 élettel és egy IS-3 931 élettel háttal nekem, és a IS már ki is szedték, ez tökéletes. Hihetetlen. És 7 élete maradt a IS-nek, és a IS-3-mal is kikaptuk. Viszont a T43 az megjelent mögötte, az nem tudom, hogy hova ment, gondolom átment a hegy aljához, hegylábához. Már 2 killünk van. És száguldunk visszafele, mielőtt még a T43, hát az, ja igen, az próbálja védeni a bázist. És ott meglátom azt a Csirit, aki nagyon szép kis célpont, és nem tudtam, hogy rám figyele vagy nem, de amikor elsütötte az ágyúját, akkor már láttam, hogy nem rám figyel, és itt eléggé elsiettem a lövéseket, de hát muszáj volt. Én egyszerűen úgy éreztem. És bum. Ennyi volt. Itt újra tároztam, és gondoltam, hogy megtalálom még a PZSF-5-öt. Itt fel is gyorsítom a videót.
Ugye ott közben keppelték a bázist, és az nekem nem volt túl jó, és közben meglátom a PZS-e feladatot. Már írják is, hogy no cap, de sajnos ez már elúszott. Hát igazából ennyi lett volna, szerintem ez egy elég jó csata volt, hogy mind, hogy is szemétkedtem, tehát hogy ugye ilyen, hát, hogy mondjam. Tehát amikor így bekerül, tehát amikor ilyen pozícióba kerül egy AMX12T, na akkor tud írtatni, hogy úgy mondjam. Szóval eléggé szépen ki tudja írtani az ellenséget. Na ennyi lett volna, most nem tostatokat kirakjam, mert azok nem valami nagy számok. Mégis annyit látok, 3 kill, valami 1500 sebzés, és ennyi igazából. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!